kezdődött a pályaépítés a budapesti szimacsarnokban, ahol holnap már gyakorolhatnak a VHB Hungarian Open elnevezésű ATP Challenger versenyjátékosai. Október 22 és október 30-a között kerül megrendezésre a BOK csarnokban, a volt szimacsarnokban a VHB Hungarian Open Challenger, ATP Challenger verseny 64 000 euró összdíjazással. 22-én és 23-án a selejtezős mérkőzésekre kerül sor, ahova a belépés ingyenes lesz a nagy közönség számára. Javában zajlanak az előkészületek, itt ahol állunk a C csarnokban, a BOK csarnokban lesz az edzőpálya, az A csarnokban pedig két versenypálya kerül megépítésre, tehát két pályán fognak zajlani a mérkőzések. Hétfőtől, amikor a főtáblás meccsek kezdődnek, két szekcióra osztottuk a versenyt, lesznek délelőtti meccsek, amelyek 10 órától kezdődnek, és délutániak, amelyek pedig nem előbb, mint 5 óra, de minden részletes információt meg lehet majd találni a verseny honlapján, a www.hungarianchallenger.com oldalon. Euró özdíjazású keménypályás verseny az idei legrangosabb profi tenisztorna, ezért jelenlegi és korábbi top 100-as játékosok is fővárosunkba érkeznek. Nemzetközi mezőnyből kiemelném Pierre Herbertet, aki kétszeres Grand Slam győztes, és itt lesz a BOK csarnokban jövő héten, valamint két hét múlva Londonban, az ATP világbajnokságon is Párizsban pályára fog lépni. Itt lesz még Tomás Fabiano, olasz játékos Lucas Lazco, az a Steve Darcis, aki már 2005-ben is itt volt Budapesten, most visszatér hozzánk, valamint Andrej Rublev, 18 éves orosz tehetség, akinek nagyon nagy jövőt jósolnak. Érdemes lesz kilátogatni, tehát a BOK csarnokban, mert nagyon jó teniszt fogunk. Természetesen a magyar játékosoknak is lehetőséget biztosítunk ATP pontok megszerzésére. A teljes Davis Kupa csapat elindul, de Kisgyörgy Gergelyt és Bíró Andrét is láthatjuk a pályán. Utoljára 2005-ben, tehát 11 évvel ezelőtt volt ATP Challenger verseny Magyarországon, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ismét vissza tudtuk hozni a férfi elit teniszt Magyarországra, és ezúttal Kucsovics Marci, Nagy Peti, Gödri Levi, Kisgyörgy Gerét, és hát a többieket már nem csak a Davis kupán látja a nagy közönség, hanem a rendes versenyen is. Még nem tudjuk, hogy Kucsovics Márton mikor fog először pályára lépni, de 22-től már folyamatosan lesznek magyarok, tehát érdemes kijönni szurkolni, mert a selejtezőre ketten kaptak szabadkártyát Gödri, Levente és Bíró André személyében. A főtáblára pedig Borsos Gábor kapott szabadkártyát, így ő is hétfőn vagy kedden fog pályára lépni, még nem tudjuk. Párosban 16-os a tábla, ahova a Fucsovics Márton Gödri Leventével kapott szabadkártyát. Borsos Gábor Kellner Ádámmal fog lépni, pályára lépni, Nagy Peti pedig Kisgyörgy Gergellyel, úgyhogy bőségesen lesznek magyar mérkőzések, jöjjenek és szurkoljanak a magyaroknak. Jegyeket a www.teniszjegyek.hu honlapon tudnak vásárolni elővételben, de a helyszínen is bármikor meg tudják vásárolni a heti jegyet, napi jegyet, bármilyen jegyet. 12 év alatt ingyenes a rendezvény, és nyugdíjasoknak is ingyenes belépést biztosítunk.